természet szelleme az emberek számára is jól látható, és ez és marad zöld színű. Ezért, hogyha látsz ilyet majd egyszer észak-alkózász kertőben, vagy a kertedben, akkor megnyugodhatsz, hogy ez egy déva, egy olyan természet szellem, aki meg van bízva azzal, hogy azt a területet a természet szellemeknek kiadja a munkát például, hogy a vazsarózsa most hullajtsa le a leveleit, vagy a szirmait, a piros rózsa meg most nyissa ki majd hajnalra a szirmait. Ezeket mind ők intézik, és ezek a, hogy mondjam, a legtisztább szellemek, mert Istennek dolgoznak még itt ebben a rózsaságban is, tudják az Isten törvényeket. És az utolsóra vettem a tár csoportot, T-T-A-H. T-T-A-H. Ez a tár csoport. Most ők nem annyira konkrétan a lényeket védelmezik, hanem az életet, az isteni életnek a fenntartói. Nekik tök mindegy, hogy embereket kell védelmezni, vagy más bolygókon, de azt azért tudjátok, hogy a Földön lévő lényeket nevezik embereknek, más bolygókon, más a nevük. Nem mondhatod azt, hogy a Sziriusnak egyik bolygóján emberek vannak, még akkor sem hasonlítanak rá. Azt mondhatod, hogy ezek fajtasi lények. A Föld bolygóról realizták az embereket, ezért emberiségnek hívják az itt lévőket, más bolygókon meg ahhoz vannak nevek, ami a bolygónak is emberek. Tehát amikor emberekről beszélünk, akkor csak a Földről van szó, nem pedig más bolygótól. Most az élet örökös természetének ők a védelmezői és a fenntartói, és ezek most jelen pillanatban ilyen teljes energia harmonizációt végeznek el rajtuk. A sorsunkba bekódolt élet feladatainkból eredő negatív rezgéseket korrigálják. Na most nekik köszönhetjük azt, hogy időnként annyira fáj valami, hogy majd eledöbbünk. Fájnak a csontjaink, fülünk, fejünk, minden rólunk az orvoshoz, az nem talál semmit. Mondja, hogy nincs semmi bajod, a lehetek is azt mutatják, még a vérvizsgálatod is, és mégis fajbe lehalsz a fájdalmat, de nem tudsz aludni, minden bajod van. Na, mivel ez egy ilyen gyorsított dolog, ezért ez a tisztítás ilyen fájdalmakat hoz ki, de amikor már nem bírod, mondd azt, hogy tudom, hogy miről van szó, egy kicsit álljatok le vele. Mert nekem is meditáció egyszer mondták, hogy mi a francnak szenvedsz, ha nem muszáj, de nem így csak ezt érdem. Hát ha nem muszáj, mi a felének szenvedsz? Mondd ott nekik azt, hogy tudom, hogy gyógyít, látjátok ezt a dolgot, a fájdalmaim ebből erednek, kicsit álljatok le vele, vagy vegyétek le. Ugyanis ők nem ismerik a negatív rezgéstől eredő érzelmeket. Tehát ők tiszta isteni lények. Hát honnan ismerik azt, hogy te szenvedsz egy negatív érzelemtől? Ők nem tudják, hogy ez neked fáj. Azt tudják, hogy a rezgés szempontjában neked ott problémái vannak, és azt ők a rezgés szerint korrigálják, a rezonancia törvény szerint, nem pedig azt szerint, hogy te neked fáj vagy nem fáj. És akkor, amikor azt mondod, hogy ez nekem rohadtul fáj, álljatok meg, meg fogod látni, hogy algopirin nélkül szépen megszűnik ez az egész dolog. Aztán lehet, hogy holnap újra kezdődik, de mindig mondhatod, mikor már nem bírod, hogy most már elég volt, nem bírom tovább. Tudjátok, hogy mennyit szenvedtem én ebben az utolsó évben? Nekem mindenem fájt, mintha egy úthengérben fogalmazottak keresztül. Állandóan fájdalmány voltak. Neked is? Na most ez mind azért van, hogy az új energiákat ugye be tud fogadni, mert ha ezeket kitisztítják, akkor hát szépen fogadod azt az energiát, amit innen-onnan kapsz. Ebben a csoportban tartozó lények nem fogod elmenni, szép lény, csodálkoznak ki. És ezeket szedtem én össze, de ezen kívül nagyon sokan vannak, sok csoportban vannak. Dolgoznak külön Sziriusiak, dolgoznak külön Orioniak, meg mindenhonnan, ahonnan emberek itt csoportokban vannak. A konkrét dolgot tudok nektek mondani magamról az Orion lényel kapcsolatban is, meg a Sziriusival is, de inkább a Sziriusit mondom, mert az kapcsolódik inkább a magyarokhoz.
A Sirius jött, ebben a hónapban pedig még nincs is régen, a hónapnak háromszor voltak már nálam. Első alkalommal a bal lábamban volt ott egy ilyen dobanat, mindig dobott az a lábam is fáj, és ott volt egy olyan ér, ami tudjátok, ilyen furcsa fodros ér, attól dobott le. Egyik éjszaka végig szürkálták a talpamat, nem kérdeztem semmit, és akkor ezt az eredet kivették. Úgy vették ki, hogy nincs ott semmi. Csak a szurkálás nem állt, láttam, és az ér eltűnt. Na és akkor, mikor meditáltam, mondták, hogy ezt ki kellett venni, mert fájós a lábon, aztán megtervezik a bal. Na, ezt megköszöntem nekik. Egy hét múlva, ilyenkor mindig küldenek nekem szivárványt. Ott van a nem a Sirius. Jó, beteg vagy, mert tele van szivárványon a házban. Ja, én szerkesztettem a szivárványt. Van egy olyan jó fotosokkod van. Ilyenkor, amikor az orjoni testvérem, mert az tényleg a fény testvérem, mert egy isteni van. Ezt ő mondta. Na most, amikor így magam alatt vagyok, meg már ki vagyok készülve, akkor ő jön, és ad egy kis felkiköcsök. A lényeg, hogy olyankor mindig köztel az engem arra, hogy fényképezzek. Van egy ilyen kis nagyon szarmobilom, most nem tudom, az egy márkás. És akkor kivegyek a ház elé, és elkezdek kattogni, de így, nem nézem ám, hogy hova. Így amerre csak kattog mindegy. Megnézem a képeket, nincs rajta semmi. Illetve hát azzal rajta, amit lefényképeztem. A számítógépre rátesszük, több Isten ott vannak a szivárványok. De úgy vannak ezek a szivárványok, hogy fény úgy nem közlekedik a földi életbe. Például a szomszédunknak van egy galambháza, egy ablakkal, és amikor véletlenül azt is lefényképeztem, a szivárvány bement az ablakon, kívül nem látszik a fény, hanem ment belül a fény, és akkor a kéményen kijött. Hát az tudatosan ment ki, hiszen hogyha ez egy olyan fény, akkor kint is le kellett volna látni a falon a szivárványt, igaz? Ez meg bement abba a házba teljesen, és amíg tart ez az ablakot, nincs fény. Meg akarjátok nézni? És ilyenekkel lepnek meg engem, akkor tudom, hogy az orjoni testvérem volt ott nálam, és elkiköcsöt kapok olyankor, hogy na, nem fogsz meghalni, azt már nem. Mindig mondom neki, hogy higgyél, a fenébe én már nem akarok élni, már annyit szenvedtem. Hagyjatok békén, amit tudtam, én megcsináltam, meg akarok halni, vagy vigyetek vissza a valóban. És akkor olyankor mindig adja nekem meditációra a lelkiköcsöt, hogy ez nem ilyen egyszerű. Mit gondolsz, hogy miért jöttél vissza háromszor a klinikai halál állapotából, meg miért mutattuk meg neked a halálos fényét, hogyha most meg csak úgy itt akarod hagyni az egészet, mikor ezeket el kell neked mondani azért, hogy itt. De mondtam, én olyan vagyok, mint a Bibliában is van, hogy azt hiszem Mózes volt az, aki nem tudott ékes szólóval beszélni, és azt mondta, hogy majd a testvéred beszél helyette. Mondom, csak nehogy ebbe a dologba rágoss engem, de a testvérem semmit nem hisz. Tudom, akkor inkább válasz nekem valaki más, tehát azt tudni, hogy inkább én beszélek, mint hogy a testvére beszéljen. Nem gyorsan elvásztottál a világot. Ha négy akkor megvigasztal, akkor mindig a lányom rám fogta, hogy véletlen, és biztos a gépnek van valami ilyen divája. Na erre ő elment Párizsba kiküldetésbe, és beteg lett, nagyon rosszul volt. De tudta, hogy szeretem a fotókat, elment egy ilyen parkba fotózni, beteg egy házasság. Elkezdte fotózni az egyik dombot, ahol virágokból ki volt alakítva egy kéros kereszt, többi meg ilyen csupa virágok. Azt lefényképezte, és amikor itthon előhívtuk a digitális gépét Párizsból, hozzahozta, ugyanúgy ott volt a szivárvány. Nem csak, hogy ott volt a szivárvány, hanem a végében ott van négy fénylény, láttad ott a végén. Ott van fénybe az a négy, azt hiszem, négy lény, aki úgy néz ki, mint az orjoni testvére. Ugyanúgy néznek ki. Most mondom neki, hogy hogy lehet az, hogy nem az én gépemben csináltad, hogy én itthon csináltad, és mégis ugyanolyan színekben van ez a szivárvány. De nekem csináltad. Erről van szó. Arról nem is beszél rá, hogy nem voltunk keszthelyen, és esünk is. Mikor már lement a nap, akkor is rájött, mert muszáj folyamatok érvényezni, és ott van a szivárvány. A sötétben is. Hát akkor ez véletlen.
És ezeket mind megtartottam, és megvannak azok is, azért szeretném, hogyha még találkoznánk, hogy eljönnétek a kirándulásra. Tehát megvannak azok a jelek is itt, amiket én lefényképeztem a hálalomban. Mert ez is egy érdekes jel, hogy a műtétemnél rárakta a jelekre ezt a fekete, amit mondtam, olyan, mint az anyajegy. Aztán nagyon gyanús volt, hogy én nekem olyan nagy anyajegyem az életben nem volt. És akkor, mikor kezdett bekopni, akkor alatta ott volt a Szúrion, a három öv, sőt az összes nagy csillag ott volt a Bellatrix, amit te jól ismersz. A Bételgőz, a Libéla hármasságot. A lányomnak az van, ami hármasságot képez az Orionban ott fönt, az a jele van neki, tehát őt is az Orioniak látogatták, ezt meg is tudta. És aki itt van a Bellatrixban, az övcsillagnak, a külső övcsillagnak a felső részén, az, ő azt mondta nekem, amikor megműtött, hogy ő az én fény testvére. Egy Isten, énben tartozom, többen is, csak őt jelölték ki arra, hogy megcsinálják egy tudatot, mert a keresztül. Akkor megjelölt a lábam. Akkor először a lejáróknak a csillag térképét rakta rá X-re, a következő bőrrétegre rá volt írva, hogy mínusz 374. Mondom, ki a fene lehet, mikor a legfelsőbb részre már csak 177 volt írva, mondom, hogy az emberekről szól, akkor jó sokan meghaltak körülöttem, mert a 374-ből most utoljára 177-et csinál.